Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Nem is olyan régen, relatíve pár éve, itt Székesfehérváron a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán jártam, és ott találkoztam egy olyan fiatal emberrel, aki látszott tényleg, hogy tele van tetterővel, energiával, tényleg szerves része a kampusznak, kommunikációs munkatársként segítette a kampusz igazgatónak, a kampusz vezetőnek a munkáját, és utána nem is olyan régen már ezt a fiatal embert polgármester úr oldalán láttam meg itt Székesfehérváron. Vendégem a stúdióban Től Konrád, szia, köszöntelek téged. Szia Zoli, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Beszéltünk telefonon, ugye kérdeztem, hogy hogy mutassalak be téged, és akkor mondtad, hát én kommunikációs munkatársként esetlegesen lehet téged titulálni, ez megállja a helyét egyébként? Megállja a helyét. Elég sokrétű az én feladatom, elsősorban közösségi médiával foglalkozom, de hát pont a kampuszon nagyon sok minden beletartozott, a rendezvényszervezéstől kezdve, közleményíráson keresztül. Épp ezért bajban vagyok, amikor meg kell határozni a saját titulusomat, saját munkakörömet, tehát, de nagyjából a kommunikációs munkatárs az így lefedi. Pont ezért kérdeztem tőle, mert annyi mindent csinálsz, és annyi mindennel foglalkozó tényleg, hogy tényleg kell egy nagyon nagy gyűjtőnév, egy nagyon nagy fedőnév arra, de az sem biztos, hogy rendesen ugye jelzi azt a te feladatkörödet, azt a brutális csomagot, amit neked azért mindig kell csinálni kell. Ugye mondtam, hogy a Corvinuson találkoztunk, és nem is olyan régen, ugye ez is relatíve nyilván nem olyan régen, polgármester úr kommunikációs munkatársaként lehet veled találkozni. Ugye polgármester úr azért nem könnyű tempót diktál, rengeteg felé megy, nagyon sok mindennek meg kell neki felelnie, és nyilván ugye ezáltal a kommunikációs munkatársnak is kísérni meg kell felelni, hogy telik egy napot, tényleg arra kíváncsi lennék, meg hogy bírod ezt a elképesztő tempót, mert ez tényleg túlzás nélkül elképesztő tempó. Hát még kampuszigazgató úr mondta, hogy a feladat van, nem munkaidő. És ezt nagyon megjegyeztem, ezt a mottót mondjuk így, és abszolút igaznak is tartom. András mellett pedig végképp igaz, hogy nem munkaidő van, hanem feladat. Tehát általában a nap az olyan 7 és 8 között kezdődik, és ugyanígy este 7 és 8 között ér véget. Uh-huh. Azért azt hozzátenném, hogy csapatmunka van. Tehát annak ellenére, hogy a tempó nagy, és a feladat az rengeteg, azért nagy megtiszteltetés és nagy öröm az, hogy én olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akikre mindig számíthatok. És enélkül egyébként ezt nem lehet csinálni. Egy átlagos nap az a kora reggeli órákban kezdődik egy ilyen áttekintéssel, hogy mi fog történni ma. Tehát olyan, mint az amerikai filmekben az elnök és a stábja beül az irodába, és abszolút, akkor megnézitek a napi programot. Nagyjából igen. Uh-huh. Igen, egyébként igen. Csak hát szerencsére informálisabb, mint az ovális irodában. Igen. De nagyjából egyébként ez a hollywoodi percepció, ez így megállja a helyét. Uh-huh. Igen. És utána pedig zúdulnak az események, és jönnek a napok. Szerintem én lassan négy éve dolgozom az András mellett, még egy olyan nap nem volt, amikor minden pontosan úgy alakult volna, hogy elterveztük, de hát ez egy ilyen műfaj. Ez az izgalom. Mindig jön egy új esemény, jön egy új probléma, amit meg kell oldani, váratlan helyzet, és ez benne a jó. Tehát én ezt szeretem benne. Tudom, hogy van, akit ez ki tud készíteni, de nekem pontosan ez kell, ez tudja fenntartani a lendületet. Általában az emberek úgy vannak, igen, jó, hogy mondtad, hogy meg van határozva, hogy ez, és hogyha esetleg valami felborul, akkor bepánikolnak, jönnek a pánikreakciók tényleg a kis szervezetén, ami látszik. És nagyon kevés olyan ember van, aki tényleg ezen felül kerekedve valami nagyon jó és pozitív dolgot tud belőle kihozni, és ez az igazi, szerintem, hivatástudat, és itt látszik meg, hogy ki mire van teremtve, hogy ezen órán tud lenni. Az agilitás, uh-huh, az nagyon fontos szerintem, főleg a mai világban, ahol tényleg nem csak adott esetben a főnök és a szervezet diktál nagy tempót, hanem a környezet is. Uh-huh. Tehát egy-egy kommunikációs helyzetre adott válaszsal nem lehet órákat, néha órákat sem lehet várni, hanem percek alatt kell reagálni, dönteni és fogalmazni. Ez az, amihez hozzá kell szokni, akkor is, hogyha az ember természeténél fogva egyébként szereti. Tehát a gyakorlatban ez egy állandó nyomást jelent, igen, amit viszont még azt kell mondjam, hogy még szeretni is meg lehet tanulni. Uh-huh. Sőt, tehát én 3 év alatt ezt megszerettem, ezt a tempót nem lehet. Hiányozna már. Tehát amikor abszolút van egy unalmasabb hétvége, gondolom nem tudsz magaddal mit kezdeni. Abszolút. Én kínosan ügyelek rá, hogy én hogy csak úgy, a pihenés is aktív nálam. Igen. Aha. Tehát, ismerős, ugyanilyen vagyok én is azért. Tehát a leglazább
a leglazább dolog, amit szoktam csinálni, ez az olvasás. Uh-huh. De akkor is inkább szabadban, mert tehát kell az, hogy ne legyen leállás, nekem abszolút lételemem. Ugyanez a nyaralással, én is így vagyok egyébként, hogy például gondolom, te sem vagy egy nagy nyaraló, tehát nem, akkor te is beteg vagy, egy hétig el kell menni nyaralni, gondolom második napon már falat kaparod. Abszolút, tehát én mondjuk a parton feküdni pár órát tudok, halálos. utána már igen, csinálnom kell valamit, különben ezt tétlennek érzem magam, és igen, az nem állapot. Párkapcsolatban mondjuk ez annyira nem jó, hogy a lányok két dolgot szeretnek csinálni, sétálni, azt váratlanul bejelentik, meg menjünk és akkor feküdjünk a parton, és ha valamiben nem vagy jó, akkor fel kell készülni, a kapcsolat annyira lehet, hogy nem lesz tartós. Hát figyelj, nekem szerencsém volt, mert a hosszú párkapcsolatom során az illető hölgy abszolút partner volt ebben, tehát az ő jó. Ugyanilyen menős uh-huh. volt. Inkább én úgy azt mondanám neked, hogy a kompromisszum az kell. Tehát, és azért meg lehet találni a szépséget abban is, hogyha az ember most egy picit csöndben van, legalább egy fél napot, egy napot csak olvas. Persze. De rögtön utána nekem muszáj zsizsegni, muszáj tenni. Persze másként ugye ezt a fajta feladat. Nem is munkának mondom, inkább hivatásnak mondom, mert ezt a hivatást másként nem is lehetne igazából csinálni. Gyerekkorban is te ilyen voltál már? Ilyen nyüzsgő, szervező, nagyon aktív? Nem. Érdekes módon nem. Tehát én sosem voltam az osztály középpontja. Inkább élveztem, hogyha érdekes és új dolgok történnek uh-huh. körülöttem, és annak már részese voltam, de nem igazán kezdeményeztem, tehát én nem voltam az osztályban a DÜ elnök, meg a egyetemen a HÖK elnök, tehát az nem az én műfajom. Akkor csodálkoznak is gondolom a régiek, hogy Konrád, akkor ez most meg micsoda, amit csinálsz, nem? Egy kicsit igen, közben meg azért én annyira régóta mondom, hogy én közszolgálatban szeretnék elhelyezkedni, hogy ezt így borítékolták a barátaim, hogy ez így lesz. Uh-huh. Tehát nekem szinte szóba sem jött az, hogy én a magánszektorban menjek dolgozni céghez, vállalathoz. Egyszerűen nem. Tehát, szülők is hasonló vonalon mozognak egyébként? Abszolút. Sok generációs pedagógus család vagyunk egyébként, tehát a tanítás lett volna a másik út. Aztán a szüleimet, amikor körülbelül annyit idősek voltak, mint én most, így elszólított a közszolgálat. Mind a ketten az államigazgatásban mm-hmm. vannak, tehát én valahol erre, hogy is mondjam, kicsit mint a gardírozva is lettem volna. Igen. Tehát én otthon ezt hallottam mindig. Persze. És nekem ez a természetes közeg. Tehát nekem az a furcsa, hogyha valaki multinál van, és néha így beszélgetek a barátaimmal, akik nagyvállalatnál vannak, és így rácsodálkozom dolgokra. Nem állítom, hogy egyik vagy másik terület rosszabb. Én biztos, hogy nem érezném teljesnek a napomat, hogyha nem emberekért és emberekkel dolgozhatnék. Mm. Tehát nekem kell az, hogy a közjót szolgáljam, ha most nagyon fellengzősen fogalmazok. Persze igen, mindenképpen azért mondtam, ez egy hivatás, és ez egy éles stílussá válik ez az egész, és tényleg erről, amiről beszéltünk, hogyha nincs egy olyan aktív napod, amikor érzed, hogy valaki vagy valakik számára hasznos tevékenységet végeznél, akkor nem érzed teljesnek a napodat, és aki ugye nem ennyire elhivatott, az nyilván nem is látja át, hanem azt mondja magában, hogy úristen, nem normális, az ember örülne, hogy pihenni tud, keresné tényleg a szabad időt, az én időt, ami mostanában ugye nagyon-nagyon divatos, de én azt gondolom, hogy enélkül, hogyha ez nincs meg benned, hogy akkor ezt nem is lehetne csinálni. Mi az, amit esetleg, hogyha ez nem lenne, mi az, amit még csinálnál mondjuk, hogyha kéne választanod, hogy ez most akkor nincsen, félre kell tenni, mi az a másik terület az életben, amit mondjuk szívesen csinálnál és elképzelnéd magad? Nagypapám, ő hosszú ideig pedagógus volt ő is, technikatanár többek uh-huh. között, és ilyen rengeteg ezermester dolgot megtanultam tőle, például esztergálni. Tudsz esztergálni? Én például, hát ha tudok, az túlzás, de mondjuk az alapokat tudom. A másik szenvedélyem az a hajók és a hajózás. De én teljesen oda vagyok érte. Tehát egy ilyen hajóépítő mesteremberként én el tudnám képzelni magam. Tehát akkor is, hogy tök más életritmus, meg életstílus. Az, hogy amikor az ember keze közül kikerül valami kézzel fogható eredmény, az egy fontos dolog szerintem. Ez is alkotás, ugye, mint abszolút, amit most csináltuk. Az alkotásnak az élménye, az...
az számomra nagyon fontos. Tehát, hogy ha nem ezzel foglalkoznék, akkor majdnem biztos, hogy valamilyen mesterséget próbálnék a lehető legteljesebben elsajátítani. És adás előtt szintén beszélgettünk erről nagyjából, és mi leszel, hogyha nagy leszel? Ugye most csinálod ezt jelenleg, mi a célod? Mindenkinek ugye vannak jövőbeli, hosszú távú, rövid távú céljai. Mi leszel majd? Nekem később? Az egyik alapelvem, hogy ott kell virágozni, ahova el vagy ültetve éppen. Vannak koncepcióim, meg ambícióim a hosszú távú jövőre nézve is, de nem, nincsenek betonba öntve. A szembejövő lehetőségekkel mindig igyekszem élni. Ilyen volt, amikor polgármester úr megkeresett, életem megtiszteltetése és lehetősége volt. Gyakorlatilag Corvinuson tanultál. Igen, akkor, meg dolgoztam is a kampuszon, és akkor keresett meg. És hát az ilyen, amikor bekopog a lehetőség, azzal mindig élni kell. Uh-huh. Én most addig látok előre, amíg az aktuális polgármesteri ciklus, önkormányzati ciklus tart, és a közszolgálatnak szerintem ez egy fontos része, hogy az embernek tudomásul kell vennie, hogy a választók 5 évre adtak felhatalmazást, az én munkám is ennyi időre belátható. És én így konkrétan eddig tervezek előre, aztán biztos vagyok benne, hogy az élet hozni fog valamilyen lehetőséget. Tehát akár itteni folytatásban, hogyha az András folytatja és a választók is támogatják, akár más, hogy akár hogy alakul. Tehát én bennem nincsenek ilyen konkrét tervek. Az adott lehetőséget mindig meg kell ragadni. Én ennek a híve vagyok. Igen, ez fontos. Igen, a jelenben abszolút kell, tehát nem a múlton siránkozni, nem na majd holnaptól, hanem tényleg a jelenben kell nagyot alkotni, a mostban kell. Abszolút. Nem akarok ezotériára rátérni, de ez az egy, ami jó benne, hogy a mostban. Szerintem alapvetően társadalmi jelenség. Ez a holnap elkezdek edzeni, újévi fogadalmat teszek, stb. Miért? Igen. Miért nem lehet most elmenni edzeni? Ez a carpe diem a szó jó értelmében. Abszolút. Említettük az egyetemet, a Corvinus, te hasonló szakon is végeztél egyébként, ami mondjuk ehhez a területhez? Politológián, és még nem végeztem egyébként, de igen, amúgy a Corvinuson tanultam, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nem ott kezdtem a tanulmányaimat. Én az ELTE jogi karára mentem, gimiből, és hirtelen azt vettem észre, hogy minden tantárgy nagyon, nagyon jól megy, tehát a közgáz, meg a töré, meg a filozófia. Ritka az ilyen, aki egyébként ilyet vesz észre egyetemen. Aminek azok a tantárgyak mentek nagyon jól, aminek nem volt köze a joghoz. Igen, tehát a bibliót. Tehát én a monotonitást nem bírom jól. Uh-huh. És a jognak a minden tiszteletem azoké, akik... De önnek is egy római jogot úgy elsajátítanak. Abszolút. Tehát a jogi tárgyakat én nem szerettem, és akkor megszületett bennem a döntés, hogy nem ez az én utam. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, igen, akkor ezt így 19-20 évesen elismerni, hogy rossz döntést hoztam elsőre, és onnan átmenni a Corvinusra. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok mindkét egyetemnek, mert nagyon sokat tanultam, elsősorban az AIK-en, elsősorban magamról. Tehát egy nagyon jó önismereti kurzus volt. És a Corvinus pedig... arra nagyon-nagyon jó volt a politológia szak, hogy mindenből kaptam egy kicsit, minden tudományterületből, és eldönthettem azt, hogy melyik érdekel ezek közül leginkább. Tehát az első év a politológián arról szólt, hogy adtak egy kis közgázt, egy kis filozófiát, egy kis történelmet, egy kis kommunikációt, és az ember kiválaszthatja azt az irányt, ami a legjobban tetszik neki utána. Tehát ebből a szempontból maximálisan kifizetődött. Mm-hmm. Ez a döntés, akkor is, ha akkor egyébként hát nyilván vereségként éltem meg. Család mit szólt erre? Meggondolom azért, ugye megy a gyerek jogra, büszke a családra, nyilván van egy kis családi presszió, hogy hú, kisfiam, itt a te utad, ez a te helyed, ott lesz előtte a doktori. Nyilván nem szószoros értem, hogy annyira fontos, de azért mégis jól esik a szülőnek látni esetleges a jövőben, ott lesz egy dörő a gyerek előtt. Hogy meg voltak törve a szülők, amikor azt mondtad, hogy akkor a jogot én abba hagynám? Hát azért felhúzták a szemöldöküket, de valahol érezték, hogy ez a döntés az a levegőben lógott már egy ideje. De most lehet, hogy örülnek neki egyébként. Igen, tehát most, hogy visszaigazolódott, és látták azt, hogy úgymond a második esélyt, amit én a Corvinustól kaptam, azt nem herdáltam el. Így igen, így már szerintem abszolút kifizetődőnek látják ezt a döntést, de akkor is támogattak benne. Tehát én rajtam nem volt olyan családi presszió, hogy minden áron a jogra kell menni.
Én kiválasztottam, hogy hova szeretnék menni, de a felelősség is az enyém volt. És amiért nagyon hálás vagyok, hogy nem, soha nem hangzott el az, hogy na ugye. Uh-huh. Az szüleim részéről. Igen. Az ők azért mondták, hogy ők nem biztos, hogy a személyiségemhez a jogot látják a legjobbnak, de soha nem mondták, hogy na ugye. Soha nem éreztették velem azt, hogy ők ezt előre megmondták. Igen. Mondjuk jogban ugye nagyon jó kommunikálsz. Tehát biztos, hogy nem lett volna vele gondod az érvelés előtt, az a legfontosabb, hogy tudjál érvelni. Vagy az egyik legfontosabb dolog, hogy tudjál érvelni. Nem lett volna gondod vele? Nekem nagyon kedves barátaim vannak a jogról azóta. Most végeztek, és már elég jó helyeken dolgoznak. Sokat szoktunk beszélgetni. Én nem vagyok róla meggyőzve, hogy ad egy a kommunikáció iránti szeretetemet, azt én ott ezen a pályán kiélhettem volna. Uh-huh. Ad kettő, hogy a magyar jogászi munkának a velejét adó, aprólékos, áttekintő, elemző, analitikus munka engem hosszú távon boldoggá tenne. Uh-huh. Tehát azért ez egy fontos különbség, hogy nagyon, nagyon sok amerikai angol szász filmet látunk ugye a jogászokról, ahol látványos perbeszédeket mondanak. Igen. Hát ez Magyarországon azért nincs így. A perbeszédek azok ugye általában megírtak előre például. Tehát ott nem azért, itt Magyarországon nem az esküdszék előtt kell érvelni és úgymond civil embereket meggyőzni, hanem nagyon komoly szakmai vita van, és nagyon komoly szakmai háttérmunkát Igen. kell ahhoz végezni. És ez itt nem biztos, hogy annyira érvényesülnek a kommunikációs képességek egyébként. Persze. Kommunikációról beszélünk, ugye vannak a városban, hívjuk így gyűjtőnök kommunikációs rendezvények. Ugye van ilyen, amiben te is aktívan kibeszed a részedet, beszéljünk erről egy kicsikét. Hát én igazából egyben veszem ki aktívan a részemet, ami nekem óriási megtiszteltetés a Szóval Győzni kommunikációs bajnokság úgymond koordinálására kért fel a Prosperis Alba, és az, hogy a fiatalokkal foglalkozhatok, és számukra létrehozhattam, megjegyzem, Acél Petra a professzorasszony nyomdokain, mert az eredeti koncepciót azt ebben a formában ő találta ki. Nekem ő nagyon, nagyon kedves mentorom, a professzorasszony. És az, hogy én úgymond az ő ötletét így tovább vihetem, tehát az nekem óriási megtiszteltetés, és nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni. Ugye mondjuk el, aki nem ismeri esetleg a Szóval Győzni, hogy miről szól ez, mi a lényege? Alapvetően Székesfehérvár és környékbeli fiataloknak egy olyan lehetőség, akik érzik magukban az erőt arra, hogy megmérettessék magukat egy kommunikációs bajnokságon, ahol alapvetően felkészítés után, tehát szakmabeli emberek felkészítik őket a versenyre, egy három körben kell helytállniuk, tartaniuk kell beszédet, helyt kell állniuk egy interjú helyzetben és egy érvelő helyzetben is. Egyébként ez polgármester úr ötlete volt maga a verseny, aki egy ilyen közpolitikai vitát követően döntött úgy, hogy Magyarországon és Székesfehérváron meg kell erősíteni a demokráciának az egyik alapját képező vitakultúrát és egyáltalán a kommunikációs kultúrát. És erre, hogy erre a fiatalok lehetőséget kapjanak, erre hoztuk létre ezt a versenyt, hozta létre polgármester úr, és később pedig rám bízták, hogy koordináljam. És elég sikeres, úgy látom. Egyébként. Abszolút, nagyon sok jelentkezőnk volt a tavalyi körben, hát ugye sajnos el kellett halasztani Covid miatt ezt is, de most ősszel meg lesz a döntő. A fiatalok már nagyon készülnek, most majd csinálunk nekik egy kis ismétlést a tréningekből. És hát a fődíjon egy picit módosítottunk, mert úgy éreztük, hogy még jobban be kell őket vonni a városnak az életébe, úgyhogy aki megnyeri, tehát a bajnok, a Szóval Győzni bajnoka, az egy napra a Székesfehérvár polgármestere lehet. Ez nagyon jó. Ha nem is közjogi értelemben, persze, mert arra nincsen lehetőség, de tehát az aláírás jogát nem engedheti át az András, de az illető az egy napot azt abszolút úgy csinálhat, ahogy ő csinálne polgármesterként, olyan programokat szervezhet, amit ő szeretne, és olyan üzeneteket fogalmazhat meg, amit ő fontosnak gondol,
Aznapra pedig a stábja, a csapata, az a Szóval Győzni többi döntőse lesz. Uh-huh. Ez nagyon szép egyébként, nagyon kreatív, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan emlékezetes díj, sokkal többet ér, mint kap egy nagy ajándékcsomagot. Abszolút. Tehát szerintem, főleg, hogy már 2020-ban nem a tárgyi ajándékoknak a korátéik, hanem az élményeket kell adni. És nagyon fontos az, hogy a fiatalok megtanulják azt, hogy mi a demokrácia, és emellett hogy mi a vezetés. Mert ha van hiány, amit érzek egyébként a magyar oktatásban, és a magyar felsőoktatásban különösen, az az, hogy későn tanítják meg vezetni. Igen. Srácokat, tehát egy amerikai fiatal kezdettől már gimiben, ugye beléjük nevelik azt, igen, hogy hogyan állj az osztály élére, hogyan fogalmaz meg gondolatot. Nálunk ez még hiányzik, és picit ezt is próbáljuk pótolni a Szóval Győznivel. Ez egy nagyon fontos és tényleg hiánypótló. Igen, és számunkra pedig különösen fontos az, hogy az ő inputjukat megkapjuk. Tehát bármennyire is intenzíven kommunikál az ember közösségi médiában, meg a hagyományos mindig azért médiában, igen, meg hát semmi sem fogható ahhoz, mint hogyha leülhetsz velük egy így órára, és ők elmondhatják, hogy látják a dolgokat. Így van, nagyon fontos. Ebből lehet építkezni, ebből lehet leülni, hogy valóban a közösség javára. Velik nyilván minden korosztályra, nyugdíjasokra gondolva, a középkorosztály fiatalokra, mindenkit persze meg kell hallgatni. Akkor te olyan vagytok, mint egy nagy család, hogyha jól értem a polgármesteri hivatalon belül ez a csapat. Hát ez különösen igaz volt a Covid idején, ahol legtöbb kollégá, aki csak tehette, az home office-ban volt. Így 20-30-an voltunk a házban. Abszolút, tehát addig is egy nagyon jó csapat volt, a mostani időszakban meg végképp összekovácsolódott nagyon erősen, persze. Tehát számíthatok egymásra, bajotok van, hívhatjátok egymást, akkor tényleg segít a másik egyértelmű. Így van, tehát én soha nem szembesültem azzal, hogy egyedül maradtam volna bármilyen problémámmal. Soha. Tehát, ritka az ilyen egyébként, mert munkahelyek el. Sőt, szerintem a legnagyobb privilégium, amikor az ember munkahelyet keres és választ, akkor nem a fizetés, nem a bónuszok, nem a juttatások, semmi, és nem az, hogy egy jó csapatban lehet. Igen. Ez mindennél többet megér. Igen. Ez mindennél többet ér szerintem. Öröm bejárni, dolgozni, akkor is, hogyha monotonabb nap lesz. Igen, tehát nem úgy mész, hogy munkába megyek, hanem fú, de jó, bemehetek végre. Igen. És ez egy fontos dolog. Hogyha még repülünk 10 évet, ez a hülye kérdések a vége felé, repülünk 10 évet, akkor hol képzeled el magad 10 év múlva? Arra akarok kiukadni, hogy szeretnél kommunikációsként megmaradni mindenképpen, vagy a politikai életbe szeretnél azért te aktívabban is belekóstolni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mert könnyű választani. Mind a kettő izgalmas, mind a kettő jó. Hogy is mondjam, a politikában azért mindig kell lennie lehetőségnek is. Tehát ez nem, szerintem ez nem egy olyan dolog, hogy az ember eldönti, hogy akkor ő most politikus lesz. Egyébként nem, tehát én még nagyon fiatalnak tartom magam, még 10 év múlva is talán ahhoz, hogy közhivatalt viseljek. Lehet, hogy egyszer eljön az ideje, nagyon megtisztelő lenne, és hogyha készen állok rá, akkor el is fogadnám ezt. De egyelőre én úgy gondolom, hogy nekem egyelőre tanulnom kell. Tehát szerintem 30 éves koráig az ember csak tanuljon. Még akkor is, ha dolgozik, persze, megcsinálja a munkáját. Az még egy tanulási fázis. És utána jöhet el az, hogy elkezd kiteljesedni. De egyébként a tanulás élethosszig tart. Így van. Csak a kérdés az, hogy mi van a hangsúly az ember életében. Én 10 év múlva leginkább elégedett szeretnék lenni az elmúlt 10 évvel, ha akkor majd visszatekintek. Ezt még nem mondtam segítő, de ez egy jó válasz egyébként. Ha majd igen, akkor visszatekintek. Azon viszont mindig dolgozni kell, ugye az ember. Abszolút. Napról napra, minden nap meg kell dolgozni azért, hogy az ember elégedett legyen. És hogy mondtad az elején, a mostban kell kiteljesedni, és ezáltal tudsz majd büszkén visszanézni. Így van. Fontos a tervezés, de rugalmasnak kell lenni szerintem, és minden napból a maximumot kell kihozni, amit a lehetőségek adnak. Ez egy szép végszó volt, Konrád, köszönöm szépen. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.